vásároljátok, többé, hogyha pinkódját, akkor... Magyarázza a tennivalókat a Tolnai Kormányablak ügyintézője az ügyfélnek. Folyamatosan érkeztek az emberek a hivatalba. Itt a járványügyi intézkedések közül a kötelező maszk használat maradt érvényben, valamint az, hogy csak annyi ügyfél tartózkodhat bent, ahány ablak nyitva áll. Ezen kívül szinte teljes mértékben visszaállt az ügyfélfogadási rend a vészhelyzet megszűnését követően. Jelen pillanatban még az ügyfeleket úgy tudjuk fogadni az ügyféltérben, hogy egyszer annyi ügyfél tartózkodhat, ahány munkállomás van. A kollégák, hogyha végeztek a különböző ügytípusokkal, akkor szólítják a következő ügyfelet. Úgy gondolom, az ügyfelek elég türelmesek, megértőek ezzel kapcsolatban, hiszen nekik se jó, hogyha egy zárt ügyféltérben 10-15 embernél több ügyfél tartózkodik. Az ügyfelek időpontfoglalás nélkül is érkezhetnek a kormányablakba, csak úgy, mint a koronavírus járvány előtti időszakban. A legtöbben a hamarosan lejáró okmányaik megújítása miatt érkeznek, magyarázza a hivatalvezető. A vészhelyzet ideje alatt lejáró okmányok, illetve a vészhelyzet megszüntetése után ugye 15 nap még pluszban lejáró okmányoknál 180 nappal meghosszabbodott az érvényességi idő, ami azt jelenti, hogy akinek március 11-e és július 3-a között járt le az okmány az érvényességi idő, az december 15-éig Magyarország területén érvényes. Azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek nagy része azért nem hagyja az utolsó pillanatra, hiszen az elmúlt hetekben rengeteg ügyfél keresett fel minket, akár személyazonosító igazolvány, jogosítvány, vagy éppen forgalmi engedély cseréje ügyében. Több szabályt is hoztak, ugye a vészhelyzet alatti időszakban ugye postázásra kerültek az okmányok, ugye próbálták lecsökkenteni a személyes találkozások számát. A vészhelyzet utáni időszakban pedig, hogyha vezető engedélyt említhetném abban az esetben, ugye az előző időszakban, előző években ugye az ügyfeleknek kétszer kellett visszajönni egy vezető engedély cserénél. Az ügyintézés után visszakapták a régi vezetői engedélyt, hogy az adatlappal tudtak közlekedni Magyarország területén. Ez már több mint két hónapja úgy működik, hogy az ügyfél az ügyintézés során itt hagyja már a régi vezetői engedélyt, és postázásra kerül számára a lakcímére az új vezetői engedély. Tehát egyszer kevesebb, tehát kevesebbet kell bejönni a kormányablakban az ügyben. Több is a munkájuk, mint a veszélyhelyzet ideje alatt. Folyamatosan nő az ügyfélforgalom a tolnai kormányablakban. A vészhelyzet ideje alatt, úgy mondtam, előzetes időpontfoglalás alapján lehetett érkezni a kormányablakokba. Ez alatt, tehát a vészhelyzet előtti időszakhoz képest körülbelül felére csökkent az ügyfélforgalmunk. A vészhelyzet utáni időszak után pedig növekedett folyamatosan az ügyfélforgalom, ez körülbelül a vészhelyzet alatti időszakhoz képest két és félszerese, háromszorosa, még a vészhelyzet előtti időszakhoz képest körülbelül 20-25%-kal növekedett az ügyfélforgalom. Én úgy gondolom, hogy ez az év végéig folyamatos lesz, sőt úgy gondolom, hogy a következő év elején is ezt fogjuk majd tapasztalni. A hivatal által kiadott Európai Uniós egészségbiztosítási kártyák számából arra lehet következtetni, hogy fele annyi Tolna megyei megy külföldre nyaralni, mint tavaly. Ezen túl közlekedési igazgatási ügyekben keresik őket fel leggyakrabban.